Karinti Frigyes tanár úr, kérem, röhög az egész osztály. Az ördög bújt az osztályba. Reggel, mikor bejöttünk, új szemétládát találtunk. Szép nagy szemétláda, politúros. Azonnal kiderült, hogy egész kényelmesen el lehet férni benne. A szemetet természetesen kiszedjük belőle, és szépen eltrancsírozzuk a tetején. Ehhez művészi ösztön kell. Körös körül egyenlő távolságban kenyérbelek jönnek, közepére, mint valami dísztárgy, egy nagy darab szalonnahéj. Mindenki rendez valamit, régi vasakat, tolszárakat viszünk a szemét kiállításra, amit belépődíj mellett mutogat a Deckner. A második 10 percben váratlanul kitör a cédula ragasztás. Először kelemen hátán jelenik meg egy rövid jelentés, mely tudtul adja, hogy az illető önmagát szamárnak minősíti, és ezt minden külön értesítés helyett állandóan reklámozni óhajtja. Kelemennek aztán bizalmasan megsújtja valaki, hogy elhatároztuk, hogy cédulát ragasztunk Robosz hátára. Kelemen röhög magában, és csak hamar feltűz egy hasonló cédulát Robosz hátára. Robosz már 5 perce röhög velünk együtt Kelemen céduláján. Kelemen már fuldoklik, hunyorog a szemével, a röhögés nő, dagad, egyre vidámabb lesz, orkánná fajul, de minél jobban röhögnek ők egymáson, mi annál jobban röhögünk ő rajtuk. Aztán a következő dolgot találja ki valaki. Az ember oda megy például Auerhez, aki szorgalmasan ír valamit. Lihegve nekiszalad, lázasan örömtől feldúlt arccal, kapkodó hangon karon ragadja. Gyere, gyere, gyorsan! Fuldokol és viszi magával. Auer kapkod, nem érti. Na, mi az? Mi az? Mi történt? Hová? Kérti izgatottan és ijedten, és szedi a lábát. A másik nem felel, lihegve cipeli, keresztül vonszolja a folyosón, felrohan vele a harmadik emeletre. Auer agyán villámgyors irantban többféle lehetőség mozgóképe száguld. A nagybácsia jött meg Amerikából. Az igazgató hivatja, mert konferencia volt, és ott végre megállapodtak a tanárok, hogy ez az Auer egészen kivételes, érthetetlen zseni, amilyent egy században egyet szül csak a korszellem, és azért rögtön ki kell adni neki az érettségi bizonyítványt és 1000 korona ösztöndíjat egy nagy beszéd kíséretében, amit a tanári szobában tart az igazgató. A kultuszminiszter hivatja, aki itt van a tanáriban, direkt miatta jött, mert valaki beküldte neki Auer legutóbbi magyar dolgozatát, amit könnyek között felolvastak az országházban, és Auerrel most kezet akar fogni a kormány képviselője. A szabadkézi tanár hivatja, mert egy gazdag mecénás meglátta az ő stilizált levélalak című szépia rajzát, és 30 000 koronáért meg akarja venni a Városligeti fesztikőrkép helyére, amit most elárvereztek. 20 000-ért is odaadom, gondolja még hirtelen Auer, amint lihegve felérnek a negyedik emeletre. Ott egyszerre a hírvivő, aki eddig egy szót se szólt, elereszti Auer karját, és szép lassan megindul lefelé. Auer csodálkozva utána fordul, a lépcső alján már ott áll az egész osztály, és röhög. Auer egy percig áll, marhát mondja, aztán dühösen indul, szégyenszemre lefelé, 2 perc múlva már ő röhög legjobban, mikor Robozzal csinálják végig ugyanazt. Közben Vlach a táblára lerajzolt a kökörcsin tanár urat alsó nadrágban, de különben cilinderrel a fején, amint Második Józsefnek jelentést tesz az osztály magaviseletéről. Második József az orrát piszkálja, és egy üveg zaherlint nyújt át kökörcsinnek, aki köszöni alásan, és jót húz az üvegből. Zajcsek ordít, hogy őt nem hagyják tanulni, végre fogja magát, beül az új szemétládába, magára húzza a fedelet, és orrhangon énekel. Vlach jeltad, egyszerre mindenki elhallgat és feláll. Zajcsek rémülten dugja ki a fejét, azt hiszi, a tanár jött be. Vad röhögés. Zajcsek megvetően kiköp a ládából, és undorral magára húzza a fedelet. Hanem most tényleg belép kökörcsin. Halálos csend. Egyszerre mindnyájunknak eszébe jut Zajcsek, aki a szemétládában ül. De Zajcsek másodszor már nem hagyja becsapni magát, nem mozdul. És most rettenetes óra következik. Az egész osztály egyetlen hullámzó rekeszizom, amit képtelen erőfeszítéssel szólít le a halálos röhögés. A folytott röhögés
Forró lázzal lüktet a vérvörös arcokon, és a halántékok kidagadnak. Mindenki a pad fölé hajol. A csönd, melynek fenekén egy esetleges kipukkadás borzasztó réme vonaglik, ingerlően zúg a fülünkben. És vannak elszánt vakmerő gazemberek az utolsó padokban, akik még feszítik a kritikus hangulatot. A kis löbl lebújt a padok alá, négy kézláb mászkál kényelmesen, körös körül mászta az osztályt, és egyenként megfogta a lábunkat. A szemétláda gyanúsan mozog. Kökörcsin emelt hangon fejtegeti második József érdemeit. Hátulról meglöknek, egy hangsúg rekedten a fülemben. Vigyázz, jön a pad alól löbl, már a negyedik pad alatt van. Mindenki felhúzza a lábát a padra. A szájunk reszket a röhögéstől, kétségbe esetten próbálok figyelni, hogy másra tereljem a fantáziámat. Kökörcsin lelkesen magyarázza, milyen szép dolog volt második Józseftől, hogy egy tolvonással visszavonta összes rendeleteit. Az anyja második Jóska, mondja Egelmeier az utolsó percben hihetetlenül mély gyomorhangon. Auer élesen felsziszen. Löbl most ért odáig és belecsípett. Nézd, mondja valaki mellettem, Kökörcsin egyik lába rövidebb, mint a másik. A szemem majd kiugrik. Most vége. Még egy pillanat. Robban. Ebben a percben a tanár a következő viccet csinálja. Auer, mit mozgolódik maga, mint egy sajtkukac? Soha még bohózatírónak olyan hatása nem volt közönségére, mint gátját áttépő áradat harsan fel a röhögés. Percekig röhögünk, felszabadulva, hörögve. A tanár csodálkozva néz, és elnézően mosolyog. Magában megállapítja, hogy milyen frappáns és ellenállhatatlan humora van neki.